Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Jele Jászmin Grace vagyok. Fő témáink néhány mondatban. Strandok éjszakája, a szekszárdi fürdő is csatlakozik az országos kezdeményezéshez. Befejeződik az aratás, idén sincs szerencséje a Tolna vármegyei gazdáknak. Pályázat, ismét vizsgaelnököket és felügyelőket keres a Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara. Edzőmérkőzés, más csapatok elleni játékkal készülnek a nagy bajnokságra Dombóváron. Idén is csatlakozik a szekszárdi strand az országos kezdeményezéshez. Egész szombat éjszaka fogadja a látogatókat a fürdőhely. Július 29-én már reggel elkezdődnek a színes programok, amiket a kicsik és nagyok egyaránt élvezhetnek. Idén is megrendezik országosan a Strandok éjszakája elnevezésű programsorozatot, melyhez számos fürdő csatlakozik minden évben. A rendezvénysorozatot még 2010-ben indította útjára a Magyar Fürdőszövetség. A cél az volt, hogy megismertessék és megszerettessék az emberekkel a fürdőkultúrát. A szekszárdi strand minden évben csatlakozik az országos kezdeményezéshez, és megtartja a Strandok éjszakája elnevezésű programot. Július 29-én szombaton, tehát egész éjjel nyitva áll a strand a fürdőzők előtt. A lehetőségnek sokan nagyon örülnek, van, aki a nyaralását is ehhez igazította. Egy nappal meghosszabbítjuk a nyaralásunkat a Strandok éjszakájáért. Nem csak fürdési lehetőségek lesznek, hanem már reggeltől kezdődően tartanak fellépéseket, játékokat, versenyeket mindenkinek. Szerintem amúgy egy jó program lesz. Én mindenképp jövök barátokkal. Szerintem jó lesz. Már voltam később, vagy előző években is voltam. Az is jó volt, úgyhogy szerintem ez is jó lesz. A vendégek egész nap válogathatnak a sport lehetőségek közül. Lesz vízitorna, röplabda, tékvándó és mozgásművészeti stúdió bemutató, de a fiatalok nagy örömére még csúszdaverseny is. Este pedig az éjszakai fürdőzés mellett különböző italakciókkal Vibe Terasz szórakoztatja majd a résztvevőket. Az egész napos rendezvényen most csökkentett áros belépővel vehetnek részt a fürdőzők. Augusztus 1-től 15%-ra emeljük a kötelező akciózás mértékét, és kiterjesztjük további termékekre, posztolt a közösségi oldalán Orbán Viktor. Mint ismert, a kötelező akciózásról szóló kormányrendelet április végén jelent meg. Az érintett kiskereskedelmi üzleteknek valamennyi kijelölt termékkategóriából egy-egy szabadon választott terméket a kötelező akciózást megelőző 30 napban általuk alkalmazott legalacsonyabb árnál legalább 10%-kal szükséges kedvezőbb áron értékesíteniük. Ez változik augusztus 1-től 15%-osra. Az áprilisi kormányrendelet 20 akcióköteles termékkategóriát határozott meg, többek közt a baromfi húst, sertés és marhahúst, egyéb húsféleségeket, tejet, tejfölt és helyettesítőit, sajtot, kenyeret, péksüteményeket, száraz tésztát, rizst, friss gyümölcsöt és zöldséget, készételeket, fűszereket, ételízesítőket. A kereskedő az akciózás időtartama alatt a kötelező akcióval érintett termékek vonatkozásában köteles abból megfelelő mennyiséget árusítani és készleten tartani. A fogyasztóvédelmi előírások megsértése az adott esettől függően 500 ezer és 3 millió forint közötti bírságot vonhat maga után. A magyar kormány mindent megtesz azért, hogy az Európai Unió a migrációs politikában a jól bevált magyar álláspontot kövesse, jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György felidézte, hogy az elmúlt időszakban egyre több erőszakos cselekmény köthető az erős illegális migrációhoz. Ezek közül első helyen említette a magyar-szerb határ túloldalán történteket, amikor vélhetően afgán bandák csaptak össze szerb területen. A tűzharcoknak halálos áldozata is volt, ráadásul az illegális határátlépők immár a rendőrökre is tüzelnek. A főtanácsadó szerint már nem csak a migránsokat, hanem a velük együtt lőfegyvereket is be akarnak juttatni az unió területére a szervezett bűnözői csoportok. Bakondi György a magyar kormány álláspontját megerősítve közölte, egyértelmű bizonyosságot nyert, hogy az illegálisan Európába érkező migránsok nem munkaerőt jelentenek, hanem veszélyeket hoznak magukkal.
Az aratás a végéhez közeledik Tolna vármegyében is. Az őszi gabonákból az idei termés minősége és mennyisége is alulmúlta a várakozásokat. A gazdák legnagyobb többsége nem elégedett a hozamokkal, melyek átlag alattiak. Idén sincs szerencséjük a Tolna vármegyei gazdáknak, mivel tavaly az átlagosnál melegebb volt az ősz, melyet egy csapadékos, hűvösebb tavasz követett, ezért most sem a várakozásoknak megfelelően alakult a terméshozam. Az elmúlt fél évben ebben a térségben átlagban 350-400 mm eső esett. Mindez kedvezett a gombabetegségek kialakulásának és elterjedésének. Idén búzából és árpából vetettek a legtöbbet, viszont a tavaszi hideg kedvezőtlenül befolyásolta a kalászok növekedését. Az őszi árpa vetés területe 22.280 hektár területen volt. A betakarításkori adatok szerint 5,5 tonna hozammal zártunk, ami országos átlag, viszont Tolna vármegyéről tudni kell, hogy nagyon jó minőségűek a földek, és ezeken a területeken 6 és 7 tonna között bőven tud az árpa terméshozamot adni, úgyhogy ez az év nagyon negatívan fog zárni a gazdálkodók többségének. Tudni kell, hogy ennek oka nagyrészt ugye az időjárás. A sok csapadék miatt a legtöbb gazdálkodó nem tudott időben rámenni a táblákra, hogy a szükséges védekezéseket megtehesse a gombás betegségekkel szemben. A búza betakarításánál is hasonlóan kedvezőtlen eredményekről számoltak be a gazdák. Egyedül a repce esetében jobb valamivel a helyzet. A termőterületek átalakulása, a vetésszerkezet átalakulásának az egyik oka ugye az időjárás, az, hogy az elmúlt két évben aszályos időszakokat éltünk meg, és a gazdák szívesebben nyúlnak oda-vissza, hogy melyek azok a növények, amiket biztonságosabban tudnak termeszteni, és ezek az őszi gabonáink, mert ugye ezek már a kritikus aszályos időszakra lekerülnek a termőterületekről, tehát biztosabb hozamot tudtak biztosítani. De a terményárakkal sem lehetnek elégedettek a gazdák. Nagyon kiszámíthatatlan a piac, ugyanis azok napi szinten ingadoznak több ezer forinttal, sok esetben nem is tudják értékesíteni terményüket, mert nem kell a kereskedőknek. Az alacsony terméshozamok, magas inputanyag, gázolajárak és munkabérköltségek az idei évben sok gazdaságnak veszteséget eredményezhetnek. Kedvezően alakul az idei dinnye szezon, a kínálat bőséges, a minőség az ország minden termesztő körzetében kiváló, közölte csütörtökön a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A NAKA, a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének piaci körképe szerint július végén Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is elkezdődik a betakarítás. Előtte a déli ország részből, majd Hevesből érkezett a dinnye. A fóliás termelésnek köszönhetően Tolna volt az első, már június közepén szedték a termést, amely szeptemberig is kitarthat. A betakarítás augusztus 10-e körül érhet véget, de számos termelő a hónap második felére is ültetett dinnyét írták. A közlemény szerint a tavaly óta 2600 hektárról 2900 hektárra bővült a belföldi termőterület, 140-160 ezer tonnát takaríthatnak be a gazdálkodók. Az export piacokon is bíztatóak a kilátások, kedvezően alakulnak az árak, a nagy meleg növeli a külföldi keresletet. A sárga dinnye értékesítési lehetőségei ugyancsak jók, a minőség kiemelkedő, importnyomás sem érezhető, a belföldi kínálat akár októberig is kitarthat, tették hozzá. Idén is vizsgaelnököket és felügyelőket keres a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara. Jelentkezésre egész évben van lehetőség, elbírálás azonban két alkalommal történik, legközelebb szeptember 16-án. Az előző évekhez hasonlóan a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara idén is pályázatot hirdet az országos vizsgafelügyelői, illetve vizsgaelnöki névjegyzékbe történő felvétel céljából. A feltételek a jelentkezéshez hasonlóak. A vizsgaelnöki feltételek egy picikét enyhébbek abból a szempontból, hogy oda egy mestervizsga elég. Ehhez, hogyha nincs hozzá főiskolai végzettség, akkor 10 éves szakmai gyakorlatot kell hozzá leigazolni.
A vizsgafelügyelőnek viszont egy picit szigorúbb a feltétele, mert oda viszont kötelező a szakirányú felsőfokú végzettség, tehát a mesterlevélhez nem elég, és ott viszont minden esetben a 10 év szakmai gyakorlatot kötelezően le kell igazolni. Az elnök és a felügyelő feladatai rendkívül hasonlóak. Minden esetben ők felelnek a vizsgán egyebek mellett a szabályszerűségért, a számonkérés szabályos lebonyolításáért. Tájékoztatják a vizsgázókat a követelményekről, a feltételekről, balesetvédelem, tűzvédelmi előírásokat elmondanak nekik, ellenőrzik a személyi azonosságot. Tehát ez mindkét esetben az elnök, illetve a felügyelő végzi. Jelentkezésre egész évben van lehetőség, elbírálás azonban két alkalommal történik, legközelebb szeptember 16-án. A pályázóknak egyébként az elbírálást követő 6 hónapon belül egy felkészítő tréningen kell majd részt venniük, ahol az ott megszerzett tudásról számot is kell adniuk. A felsőoktatásba felvett hallgatók száma 28%-kal nőtt a tavalyihoz képest. Ez az elmúlt 10 év legmagasabb száma, jelentette be a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkára. Hankó Balázs elmondta, 126.449 felvételiző közül 94.785-öt vettek fel. 10 hallgatóból 8 állami ösztöndíjjal kezdi meg tanulmányait, azaz körülbelül 14.000-rel több diáknak biztosítanak a teljes képzésre vetítve átlagosan 6 millió forint állami ösztöndíjat. Hozzátette, 43%-kal nőtt a vidéki egyetemekre felvettek száma, idén már minden második elsőéves ilyen intézményben kezdi meg tanulmányait. Hankó Balázs hangsúlyozta, a számok azt mutatják, hogy jól működik a megújult felsőoktatási felvételi, ami nagyobb szabadságot és felelősséget adott a felsőoktatási intézményeknek. A rugalmas felvételi a magyar gazdaság és társadalom érdekében működik, emelte ki. Edzőmérkőzést rendeztek a Dombóvári futballklubban. A meccsen a helyiek a kaposvári focistákkal szálltak szembe, így is készülve az idei szezon még hátralévő nagyobb mérkőzéseire. Edzőmérkőzést tartottak Dombóváron. Az ellenfél kaposvári csapat és a dombóvári focisták az ilyen játékokkal is fejlődnek és készülnek a nagyobb megméretetésekre. Készülünk a mai mérkőzésre, játszunk egy edzőmérkőzést a Kaposvár U19-el, és hát az egyik edzésünk, ugye mindig most a felkészülés alatt a hétközi edzőmérkőzés, úgyhogy a mai programunk az ez lesz. Horváth Zoltán vezetőedző azt is elmondta, pozitívan állnak hozzá a nyári szezonhoz, és ugyan még korai értékelni, de látványos a fejlődés. Igazából erről még korai lenne azért beszélni, mert egy a bajnokság, nekünk még van 4 hét, bár mondjuk 2 hét, vagy jövő hétvégén már ugye a főtáblán kupamérkőzést játszunk, de a bajnokság az még ugye arra 2 hétre fog kezdődni, tehát nekünk van még bőven időnk. Most a jelenlegi állapotunk az olyan, ami ennek ebben az időszakban kell lenni, tehát nem se jobb, se rosszabb. Természetes, hogy szerintem ez hétről hétre javulni fog és jobb lesz. A Dombóvári Futballklub fiataljai heti 3 edzéséből egyet tesz ki egy edzőmérkőzés, amely jelentős segítség a felkészülésben. Regionális híreink következnek. Nem kaptak pénzt nyári munkájukért a pécsi pedagógusok, ígéret már van a tartozás rendezésére. Eltüntették a hiányzást az online naplóból, vádat emelt a pécsi ügyészség a diákok ellen. Nyári kikapcsolódás, a Balatonnál lélegezhetnek fel az ukrán menekült gyerekek. Nem kapott fizetést több pedagógus és segítő, akik a Pécsi Kulturális Központ nyári táboraiban dolgoztak. Barkóczi Csaba, pécsi önkormányzati képviselő szerdán felkereste az intézmény vezetőjét, hogy megtudja, mikor rendezik az adósságokat. A képviselő szerint nem vett jó fényt a városvezetésre ez az eset. A Pécsi Kulturális Központ egyik nyári táborában készültek ezek a felvételek. A hírek szerint azonban nem volt minden rendben ezekkel, mondja a pécsi önkormányzati képviselő. Azokat a pedagógusokat és azokat a diákmunkásokat, akik ezekben a táborokban munkát végeztek, mind a mai napig nem fizették ki. Annak dacára sem, hogy a legutóbbi hét végével ez a táboroztatási időszak a PKK-nál most lezárult erre a nyárra. És ugye itt az elszámolások azok úgy működnek, hogy az adott héten a dolgozók, tehát a
felügyelő gyermekeket, felügyelő programokat szervező tanárok, valamint az önkéntes diák segítők, akik ott vannak, ők megkapják a juttatásaikat, így működne legalábbis szabályszerűen, de ez most nem történt meg. Ezért felszólították a polgármestert és a kulturális központ vezetőjét, hogy fizessék ki a tanárokat, segítőket, mondja a politikus. Barkóczi Csaba szerint ez az eset megmutatja, hogy mit is gondol valójában a tanárokról a pécsi városvezető. Polgármester úr számára már csak azért is rendkívül kellemetlen ez a helyzet, hiszen az elmúlt időszakban az összes olyan pécsi megmozduláson, amelyet pedagógusok szerveztek a tanártüntetéseken, mindenhol ott díszelgett, és hirdette azt, hogy ő mennyire szolidáris a városvezetés többi tagjával együtt a pedagógusokkal és a tanárokkal, mennyire érzékeny az ő problémáira. Na most ehhez képest például itt láthatjuk, hogy a város által fenntartott intézményekben pedig a tanároknak álló jogos juttatásokat sem fizetik ki időre. A képviselő az interjú után a kulturális központ igazgatójának irodájába ment, hogy megtudja, mikor fizetik ki a tartozásokat. A rövid megbeszélés után az igazgatót is megkérdeztük a kialakult helyzetről. Mindenképpen azt meg tudom ígérni, hogy a hét végéig, tehát a táborosztatás végéig az összes pedagógus meg fogja kapni a bérét, tehát tulajdonképpen némi csúszással, de azért megkapják. De az évek során ugye ez pontosan így volt, hogy aki több hetet vállalt, az tömbösítve kapta meg a fizetését, tehát mondjuk aki 2-3 hetet vállalt, az mondjuk a harmadik hét után kapta meg csak a fizetését. Nyilván aki egy hetet vállalt, az egy más káposzta, arról lehet gondoskodni így, meg úgy, de gyakorlatilag erről van szó. Az igazgató szerint adminisztratív hibák miatt csúszik a kifizetés. Itt volt némi csúszás, sok minden miatt volt, hogy a pedagógusok nem jöttek be időbe aláírni a szerződést, volt, hogy a szerződésben hibák voltak, rossz számlaszámot adtak meg, tehát azért sok nézete van ennek a dolognak, de mi azon vagyunk, hogy minél előbb megkapják a fizetésüket. Bruttó 70 ezer forintot kapnak egy heti nyári táborosztatásért a pedagógusok. Pavlovics Attila azt mondja, 5-6 ember szerződésével volt probléma a 31 néhányból. Információs rendszer megsértésének büntette miatt emelt vádat a pécsi járási ügyészség két középiskolással szemben. A fiatalok jogosulatlanul módosítottak az elektronikus oktatási adatokban. Hiányzásokról szóló bejegyzéseket tüntettek el, ami akár 3 éves szabadságvesztéssel is büntethető. Azonosító jelszó, így lehet belépni a Kréta oldalára. Itt az iskolások jegyeit, hiányzásait, a hivatalos bejegyzéseket, illetve az oktatáshoz szükséges segédleteket lehet megtalálni. Két baranyai középiskolás úgy gondolta, hogy ők is módosíthatnak a rendszerben, pedig ehhez nem volt joguk. Mind a kettő ugyanabban a baranyai szakközépiskolában tanult. Az iskola egyik oktatója adminisztratív jellegű hozzáféréssel bírt a tanári e-kréta rendszerhez. 2023. januárjában a tanár a saját felhasználó nevével, illetőleg jelszavával belépett a kréta rendszerbe, azonban elfelejtett onnan kijelentkezni. Ennek során az egyik tanuló megszerezte ezt a felhasználó nevet, illetőleg a jelszót is. Ezek birtokában már módosíthattak adatokat a rendszerben. Ezt a lehetőséget ki is használták. Néhány nappal később tudomására jutott, hogy az egyik barátja, aki szintén az iskolában tanult, jelentős számú mulasztással, hiányzással rendelkezik. Ezért megbeszélték azt, hogy ezen jogosulatlanul megszerzett felhasználó névvel, illetőleg jelszóval belépnek a kréta rendszerbe, és ezt követően törölni fogják a mulasztásokat. Így is tettek, 2023. február és márciusa között összesen 10 alkalommal 42 mulasztást töröltek. Bár első hallásra sokan úgy gondolják, hogy csak egy diák csinyről van szó, valójában ez bűncselekmény. A két fiatal jogosulatlanul lépett be az információs rendszerbe, ezáltal bűncselekményt valósított meg. Ennek a büntetési tétele 3 évig terjedő szabadságvesztés. Az ügyészség azonban a két fiatallal szemben próbára bocsátásra tett indítványt. Ez azt jelenti, hogy csak akkor nem kapnak büntetést ezért a tettükért, ha a próbaidő alatt nem követnek el semmi törvénytelent. A középiskolások 18 és 19 évesek, információink szerint Sejjén tanulnak. Kirándulnak, strandolnak, zenélnek, sportolnak azok az ukrán gyerekek, akik most Balatonszemesen nyaralnak. A fiatalok Mariupolból menekültek a bombázások elől. Családjaikkal Kijevben leltek új otthonra, de sokuk árván, félárván maradt.
Ukulelén játszik ez a fiú a balatonszemesi táborban, de vannak, akik a mozgás mellett döntöttek. A 14 éves Leonid, mint mesélte, élvezi a magyarországi nyaralást. Nagyon jól érzem magam itt. A Balaton csodálatos, gyönyörűek a színei, pláne amikor elutaztunk Balatonboglára, ott a kilátóból is megnéztük a tavat. A gyerekek sportolnak, strandolnak, kirándulnak a Balatonnál, de a budapesti állatkertbe is eljutottak már. A 15 éves Maria is várta már a balatoni nyaralást, hogy végre egy másik országba utazhasson. Budapestre szívesen visszamennék, mert amikor ott kirándultunk, akkor pont esett az eső. És még minél több időt itt lennék a Balatonon, mert ez is nagyon tetszik, mondta Maria. A lebombázott Mariupolban éltek a most balatonszemesen nyaroló ukrán gyerekek, akik már Kijevben élnek. Mint mesélték, hiányzik nekik az otthonuk. Most egy kicsit rendeződött a helyzet, de a drónokkal és a rakétákkal számolni kell. Többször szólnak ezek miatt a szirénák is. Ilyenkor el kell bújnunk. A balatoni táborba ismeretlenül érkeztek a gyerekek, az utazás során barátkoztak össze. Bár a szervezők igyekeznek velük felettetni a háborút, de a viszontagságokat nem tudják elfelejteni, mesélték. Szoktunk beszélni az otthoni dolgokról, nagyon nehéz sorsokat hallunk egymástól, de így könnyebb nekünk, hogy kibeszélhetjük magunkból, tette hozzá Maria. A mostani táborozók szombat reggel indulnak vissza Ukrajnába, addig még szeretnének minél több dolgot megnézni, kipróbálni a Balatonnál. Nyaralás számukra gyerekkor visszatértéről szól, mert ők sok borzalmat éltek át, ezek a gyerekek Mariupolból jöttek, és itt újra gyerekek lehetnek. Ezen a nyáron Balatonszemesen 3 turnusban, 2 hetes váltásokban 50-50 ukrán gyermek gondtalan nyaralását biztosítja az Esély Alapítvány. Végül mutatjuk legfontosabb Tolnavár megyei híreinket még egyszer, röviden. Strandok éjszakája, a szekszárdi fürdő is csatlakozik az országos kezdeményezéshez. Befejeződik az aratás, idén sincs szerencséje a Tolnavár megyei gazdáknak. Pályázat, ismét vizsgaelnököket és felügyelőket keres a Tolnavár megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Edzőmérkőzés, más csapatok elleni játékkal készülnek a nagy bajnokságra Dombóváron. Pénteken változóan napos, felhős, melegedő idő várható, mérsékelt élénk délnyugati légmozgással. Napközben csapadék általában nem hullik. Este és az éjszaka első felében megnövekszik a felhőzet, egy-egy zivatar is kialakulhat. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!